Folytatjuk is a Vox második évadának első adását Kunhalmi Ágnessel, Kanász Nagy Mátéval és Hann Endrével, egy politikai évértékelővel, amelyen belül most a gazdasági fejezet jön. Már ami a gazdasági ígéreteit, a Fidesz gazdasági ígéreteit illeti, annyi van ezekből, hogy amikor elkezdtük összeszedni, akkor kiderült, hogy nem is fér rá egy táblára, úgyhogy most elkezdjük szépen megmutatni, hogy az elmúlt, hát azért már több hónapban, mert nyár óta jelenti be folyamatosan az ígéreteit a Fidesz, mikre jutottak onnantól kezdve, ugye, hogy a 13. havi nyugdíjat először csak hetenként szerette volna visszaépíteni a Fidesz, de aztán ugye Orbán Viktor bejelentette, hogy sikerrel jártak, és februárban a teljes meg lesz, úgyhogy ezeket az ígéreteket láthatják majd most, és miközben böngészik a nézők, szerintem kevesen lesznek olyanok, akik nem találnak valamit, ami őket is eltalálja így a pénzesőből. Talán a legérdekesebb az az, hogy ezek mennyire működnek. Van olyan, ugye ezek közül nyilván a nyugdíjkompenzáció, a nyugdíjprémium, ami már ott landolt a nyugdíjasoknál, van olyan, amire még csak várnak, van olyan, ami könnyítés, van olyan, ami effektív pénzzel jár. Mennyire működnek ezek? Nagyon nehéz megjósolni, mert van egy pont, néha úgy érzem, hogy ez már egy olyan kritikus tömeget ér el, ahol már a választók is észreveszik, hogy ez valami nagyon, nagyon célzatos dolog. De kilóg a lóláb? Hát igen, de azt hiszem, hogy azért mégiscsak ott az a pénz. Viszont hát az ellenzéknek itt egy óriási feladata van, és ahogy tegnap én is hallottam ezen a első ilyen közös program megbeszélésen, Hogy az infláció viszont olyan súlyos, hogy ezek a pénzek, amik most meg vannak ígérve, és valószínűleg ki lesznek fizetve az év első hónapjaiban, ezeknek egy jelentős része, hanem az egésze, odavész az inflációval. Tehát a nyugdíjasoknak, akiknek a fő költsége az élelem, azok valószínűleg elvesztik. Olyan a piac, én is járok piacra, szóval ami itt az elmúlt hónapokban, különösen aztán karácsonynál érte el a csúcspontját, ez olyan áremelkedés van. Én ezügyben azt gondolom, hogy az ellenzéknek tényleg fontos feladata van, hogy ezzel kapcsolatban megfogalmazza a kritikáját, meg hát az esetleges gyógyszerek, az orvoslást is, hogy hogyan látja, hogyan lehetne ezt megoldani, mert azért ebben nem csak a világgazdasági folyamatok vannak benne, hanem azért vannak felelőtlennek nevezhető költekezések. De ugye kritizálni ilyen döntéseket nehéz, tehát ez egy egyirányú utca, nem lehet azt mondani, hogy ne kapjanak 13. havi nyugdíjat az emberek, tudom én, ne nőjön a közmunkások bére, ne legyen nagyobb a minimálbér, stb. Én felelőtlen döntést nem látok ebben, megkésett döntéseket látok. Az elmúlt inflációra mondtam. Az infláció letörése meg szerintem megszorítások árán nagyon kritikus lenne, hogyha ezt ígérné az ellenzék, sokkal inkább a forintnak a megerősítése lehetne a következő kormánynak az erőssége, hogy az infláció mértékét kezelje. Tehát olyan döntéseket látok, amelyek megkésve jönnek. Az elmúlt 10-12 évben ezek olyan jóléti juttatások, amit bizony Orbán elfelejtett a népnek odadni. Most ezeket odadja, ebből is látszik, hogy egyébként a közvéleménykutatási adatokban jól szerepel az Egyesült Ellenzék, különben ezeket nem adná oda. Ezek az intézkedések, ha megalakul egy új kormány, maradni fognak. Mind? Jó, mind javarészt, mi is megtettük volna ezeket az intézkedéseket. Egész egyszerűen látni kell, hogy itt jönnek a választások, és ez erről szól, és szerintem a választók, főleg az ellenzéki választók nagyon jól tudják, hogy egyébként a 13. havi nyugdíjat is már vissza kellett volna adni. Már akkor az első 2-3 évben el kellett volna, elértük azt a szintet. A kettőt mondok, ami most időre szól, tehát mondjuk a benzinár rögzítése 3 hónap, hát azért azt lehet, hogy valahogy én úgy sejtem, hogy az lehet, hogy a választásokig meg lesz hosszabbítva, de aztán lehet, hogy nem lesz igazam. Meg ugye a jelzálog hitel kamatok befagyasztása. Ha ezt az ellenzék elengedi, már pedig ez nyilván nem egy olyan két pont, ami szerepelne egyébként az ellenzéki programok között, akkor már az nagy felzúdulást. Jó, de egyébként, tehát hogy pont tényleg innen lehet látni, hogy ez egy választási osztogatás, és tényleg nem arról van szó, hogy bárkitől sajnálnánk ezeket a forintokat, de hát azért tényleg az, hogy az inflációt kiemeljük, tehát itt Orbán Viktor nem ad a nyugdíjasoknak jövőre, hanem elvesz tőlük. Tehát 5%-kal emelik a nyugdíjakat,
de 10%-os az infláció, tehát akkor ez azt jelenti, hogy valójában 5%-kal rosszabbul fognak élni a magyar nyugdíjasok, mint idén. Hát így jön ki a matek, és egyébként azért csak előjön belőlem a szociálpolitikus. Hát kérem szépen, van például Magyarországon 500 000 olyan nyugdíjas, aki létminimum alatt él, akinek a jövedelme 30, 40, 50, 60 ezer forint. Rajtuk hogyan fog segíteni a 13. havi nyugdíj, vagy a nyugdíjprémium, ha egyáltalán megkapják? Sehogy, vagy nagyon-nagyon kevéssé. Tehát amellett, hogy vannak osztogatások és vannak juttatások, fájóan hiányoznak azok az intézkedések, amik valóban elmaradtak az elmúlt 12 esztendőben. Például a nyugdíjszámításnak a megváltoztatása, hogy bizony a gazdasági növekedésből ugyanúgy részesüljenek a nyugdíjasoknak, csak az infláció. Egyetlen mondatod, egyetlen szépen fontos adat. Kiszámoltuk azt is, mint közös ellenzék, hogyha Magyarország annyit költene szociális ellátásra, mint egy átlagos Európai Uniós tagállam, az azt jelenti, hogy évi 5000 milliárd forinttal többet kellene szociális ellátásra költeni. Na most, ha ezt leosztjuk 10 millió fővel, az azt jelenti, hogy körülbelül havi szinten 40-45 ezer forintot kellene, hogy kapjon minden magyar ember valamilyen szociális juttatás formájában. Na ez az, amit Orbán Viktor ezekkel az osztogatásokkal nem fog tudni pótolni. Most miközben ezeket az adatokat meg statisztikákat sorolták, felvillant az, amit Han Endre mondott itt az adás első részében, hogy hát igen, de a 40 év felettiek, akiket döntő többségében érintenek ezek a problémák, a nyugdíjasok, akik nem tudom, az egészségügyet jobban igénybe veszik szociális, ők Fidesz szavazók, igen, mindennek ellenére. Nem csak, hogy az idősek, hanem a szociálisan leginkább rászorulók is, a kistelepülésen élő szegény szavazópolgárok, ez egy paradoxon, és részben persze nagyon világosan megmagyarázható, például a kis településeken kimutatták szociológiai elemzések, hogy ahol sok közmunkás van, vagy ahol egyáltalán van közmunka, ott nagy valószínűséggel Fidesz szavazó az a község. Hogy lehet ezt a alapigazságot, vagy hogy mondjam, feltörni, mert hogy az ellenzék nyilván, ha felelőtlenül ígérgetne, akkor mondhatná ezt, hogy akkor a 16. havi nyugdíjat is megígéri, meg egyébként a közmunkabéreket mondjuk az ötszörösére emeli. Eleve nagyon nehéz eljutni ezekhez az emberekhez. És amikor arról beszéltek itt az előbb politikusok, hogy a népszavazás is lehetőséget, az aláírásgyűjtés lehetőséget ad arra, hogy kimenjünk az utcára, azért valljuk be, hogy ez elsősorban a fővárost és a nagyvárosokat jelenti. A kis településeken gyakorlatilag nem csak, hogy nincs rá erő, de valószínűleg majdnem lehetetlen is egy fideszes polgármester, egy fideszes szavazó többség mellett ott intenzív kampánymunkát az utcán kifejteni, ott egészen más eszközök. Kiegészíteném annyival, hogy valóban az elmúlt évtizedben a Fidesz a legkisebb falvakban, településeken egy olyan függőségi rendszert épített ki, amely szinte-szinte mozdulatlanságra ítéli mindazon ellenzéki szavazókat és aktivistákat és a magukért tenni akarókat, akik korábban még azért egy kis településen is, mondjuk egy volt iskolaigazgató, azt mondta, hogy na hát, ebből a rendszerből nekem elég, összeszedek egy független csapatot, alakítunk egy civil szervezetet, és leváltjuk ezt a fideszes bagást, akkor abban volt SZDSZ, szocialista, zöld, ilyen-olyan. De még valami, azért én nem lennék ilyen reményvesztett a kis településeken se. Pontosan az előválasztás mutatta meg azt, hogy az ellenzék a legkisebb falvakban is elérte az egyesült ellenzék az egyharmadat, amit el lehet érni támogatottságban. Ezt most meg kell őrizni, ez a feladat, és kimaxolni a nagyvárosokban, a megyei jogú városokban és a Budapesten a támogatottságunkat, akkor át tudunk menni a tűfokán, és meg tudjuk nyerni a választást. Pont itt van, igen, a kulcs, tehát, hogy ami újdonság a korábbi választásokhoz képest, hogy most ott vagyunk, ott leszünk a kis településeken is, el fogunk menni mindenhova, mindenkihez be fogunk kopogni, és mindenkivel fogunk találkozni, és szeretnénk velük beszélgetni. Tehát például nekünk is vannak olyan körzeteink, most mint LMP is mondom, mondjuk Kiszenicei Kálmán, Bács megyében, vagy akár Smuk Erzsébet társelnök társam, ugye Pest megyében, Nagykátó és környéke, amik jellemzően kis településes körzetek, de például a Magyar Szocialista Pártnak is számos ilyen körzete van. Ez azt jelenti, hogy valóban ez egy kihívás, de most nem csak mi megyünk, mint LMP-sek vagy szocialisták, hanem a többi párt egyesítve az erőket. Megvan az a kapacitás és infrastruktúra, hogy el fogunk tudni menni mindenhova. Én még a mozgósításhoz egy dolgot szeretnék hozzátenni, eddig csak egy félmondat erejéig érintettem, hogy mekkora különbség van generációk között, a 40 alattiak. Tehát a fiatalok egyértelműen
ellenzéki beállítottságúak. Ugyanakkor épp a honlapi HVG-ből az is ki fog derülni, hogy továbbra is a fiatalok körében a legalacsonyabb a részvételi hajlandóság, az elkötelezettség, a biztos szavazók aránya. Tehát ahol lehetőséget látok, és az előválasztás erre jó példa volt, mert ott is a második fordulóban egyértelműen a fiatalokat sikerült mozgósítani. A jövő évi parlamenti választáson, ha a fiatalok többségét megmozdítja az ellenzék, akkor szerintem sokkal közelebb áll a sikerhez. Még visszatérve ezekhez a kis településes választókörzetekhez, konkrétan ott az ellenzéknek mi a mondása, hogyha oda megy egy közös ellenzéki jelölt kampányolni, és hát azért valószínűleg a különböző kormányzati finanszírozású médiumokból eljutnak ezek a hírek azért a helyiekhez, a nyugdíjprémiumról, a mindenféle juttatásról. Erre mit tud mondani az ellenzék? Hát erre azt tudjuk már mondani, megkapták ezeket, hogy valóban, tehát hogyha mondjuk megkapja a juttatását, mondjuk a nyugdíjemelésről, hogyha beszélünk, és nem tudom, megnézi a köztelevízió műsorát, ott nyilván azt fogják harsogni, hogy soha ekkora emelés nem volt, minden nagyon csodálatos, ilyen nagy jólét ugye nem tudom, 1000 éve nem volt. Mi elmegyünk, és például feltesszük azt a kérdést, hogy de hogy a boltban, a piacon milyen árakkal tetszik találkozni, ja, hogy az 10%-kal nőtt, ja, hogy Orbán Viktor csak 5% nyugdíjat adott. Hát akkor, amire utaltam, ki lehet számolni, hogy valójában jövőre rosszabbul fog élni, mint idén. Ilyen beszélgetések, ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, tehát nem az, hogy mi valami csodafegyvert viszünk oda, elmondjuk, hogy milyen országot szeretnénk, hogy valódi nyugdíjemelésben gondolkozunk, hogy a kis nyugdíjasoknak nagyobb emelést adnánk, mint Orbán Viktor. Ilyen például, lépésekből áll az de össze. Például egy fiatalnak el lehet mondani azt, hogy az a diákváros az nem a budapesti fiatalok életéről szól, hanem egy kiskumajsai, egy Álszentlászló, vagy egy Szeged melletti településen élő fiatalról, aki egyébként szeretne, ha többre vinni, mint a szülei meg a nagyszülei vitték, szeretne egyetemre járni Budapesten, és aztán visszavinni azt a tudást esetleg a saját szülőt falujába, de ha nincs kollégiumi ellátás, nincs kollégiumi férőhely, én is 6 évi kollégista voltam, tudom, hogy mit jelent az akkor a diákoknak. Na, ez egy remek végszó volt, mert hogy pont a népszavazáshoz, mint eszközhöz szeretnénk áttérni, mert hogy ugye most is zajlik az ellenzék népszavazási kezdeményezéséhez az aláírásgyűjtés. A legutolsó hírek szerint karácsony előttig olyan 45 ezer szignót sikerült gyűjteni. Mutatunk ezzel kapcsolatban egy összefoglalót. Egy olyan népszavazási kezdeményezést szeretnénk elindítani, amely tulajdonképpen mind-mind arról szól, hogy hogyan védjük meg Magyarország jövőjét. Júniusban jelentették be, most pedig már az aláírásgyűjtés zajlik az ellenzék népszavazási kérdéseiben. A Karácsony Gergely által bejelentett kérdések közül 2 engedett át a Nemzeti Választási Iroda. Az egyik kérdés a diákváros megépítésével kapcsolatos Fudán törvény visszavonásáról, a másik pedig az álláskeresési jeredék 3 hónapról 9 hónapra történő meghosszabbításáról szól. Ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben kiírják a népszavazást, 200 ezer aláírást kell összegyűjteniük. Ebből karácsonyig 45 ezret, tehát a szükséges szignók közel negyedét 9 nap alatt már össze is szedte az ellenzék. A nagyon aktív körzetekben 2-3 ezer aláírás is összegyűlt már, úgyhogy ha minden választókerület így állna, akkor kész is lennénk. Nyilván van, ahol lassabban gyűlik, van, ahol kicsit később kezdték, de folytatjuk a két ünnep között is. A hét elejé kormányinfon Orbán Viktor arról beszélt, hogy szerinte nem lesz népszavazás a Fudán törvényről a választás előtt. Az ellenzék várakozásai szerint azonban, ha január közepéig leadják a 200 ezer aláírást, akkor akár a kormány népszavazási kérdéseivel együtt az országgyűlési választás napján is megtarthatják az ellenzék kezdeményezte referendumot. Hát azért ez egy elég erős akár. De szerintem erre kevesen mernének fogadni, hogy akkor ez a népszavazási kezdeményezés is ott legyen. De előbb egy friss számot tudunk mondani? Igen, most a mostani tudomásom szerint a mai adat, legalábbis ezt kaptam a központból, hát nyilván 50 és 55 ezer között van már, de elindultak. Tehát abban a pillanatban, hogy vége volt a 24-25-26-nak, a legtöbb helyen kimentek, igénylik is a választóink. Nyilván még nem akkorák az utcán a mozgások, mint mondjuk két ünnepek előtt a piacokon, mint a 18. kerületben is iszonyatosan sokan jöttek a piacon alá írni, de értik és érzik az ellenzéki szavazók, hogy ennek mekkora a tétje és mi a lényege. Alapvetően előválasztás, népszavazás és kormányváltás. Így megyünk, ez egy
ugyanolyan politikai kérdés, mint az előválasztás volt. Az előválasztásnak nem csak az volt a funkció, hogy ténylegesen kiválasztjuk a jelölteket, hanem politikailag is megüzent. Tehát hiszen ez a 852 ezer ember politikailag üzente meg, hogy jogunk van beleszólni a demokráciába, igényünk van ebben az autoriter, egyébként diktatúra irányába lépkedő rendszerben ahhoz, hogy demokráciát gyakoroljunk. Ugyanez a népszavazásról is egyébként bebizonyítsák az emberek, hogy ezek a valódi kérdések, és nem azok, amit Fidesz erőltet oda a választási papír mellé. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye itt most párhuzamosan fut két kezdeményezés, az egyik hát úgy közelebb van a célhoz, finoman szólva, mint az ellenzéké, de az adott két tábort valószínűleg mind a kettő jól tudja mozgósítani, mert ugye a Fidesz egy olyan kérdésre lő több oldalról itt a, nem tudom, a nem irányultság, a gyerekek átalakító műtéte, hogy Józsikából Marikát kapunk vissza az óvodából hazajövet, szóval, hogy ez az adott tábort azért mozgósíthatja, nem? Hát az adott tábor egy részét inkább úgy mondanám, hogy egybe tartja, itt nem is annyira mozgósításról van szó, hiszen el fognak menni szavazni, és akik esetleg bizonytalanok, azokat megpróbálják ezzel befolyásolni, mert ugye azt sugallják, hogy ezeket a visszataszító dolgokat, mint a nemváltás, meg a, nem is tudom, szóval én ezt elképesztően hamis ákérdések sorának tartom, de hogy esetleg ezen elgondolkoznak az emberek, mert azt mondja a propaganda, hogy a Nyugat, Európai Unió, a Brüsszel ezt akarja ránk erőltetni, hát ez egyáltalán, szóval ebből egy szó nem igaz, de ez hatásos lehet. Arra gondolok, hogy a bizonytalanok, akik nem tudják, hogy hova is x-eljenek, esetleg ilyen módon átbillenthetők. De éppenséggel, akiket én mint fontos célcsoportot mondtam, a fiatalokat a Fidesznek nem nagyon sikerült, nagyon sokat tett ezért, nem nagyon sikerült megszólítani. Nekem már az az érzésem, mintha le is mondtak volna a fiatalokról, mert ezekben a kérdésekben erről nagyon alapos felmérésünk van, a fiatalokat egyáltalán nem lehet ezzel az egész LMBTQ problémával mozgósítani, sőt, inkább ellenirányba, mert a mai fiatalok nagy része ebben sokkal, de sokkal toleránsabb és nyitottabb. Jó, és hogyha ilyen törésvonal mentén vizsgáljuk az ellenzéki népszavazási kérdéseket, akkor azok mennyire mozgósíthatják a bizonytalanokat? Szintén szólva, ez is egy necces dolog. Ezt valljuk be, hogy ezt eredetileg budapesti ügynek tervezték, ez a Karácsony Gergely ügye volt, és attól tartok, nagyon szép gondolat, hogy a vidéki fiatalokat meg lehet győzni arról, hogy a diákvárosra szükség van, de úgy érzem, hogy ez azért az ország népét annyira nem fogja megmozgatni. De bocsánat, csak egy fél mondat még, amit korábban Kanász Nagy Máté mondott, hogy ettől többet leszünk az utcán, tehát ezek alkalmak arra, hogy kapcsolatot tartsana az ellenzék a választókkal. És akár nem szégyellem kimondani, hogy igenis adatbázisokat is lehet építeni, amit minden pártnak a törekvés. Legálisan. Legálisan. A legfontosabb feladat az a mozgósítás, és az, hogy személyesen tudjunk mindenkivel, minden választópolgárról beszélni. Ez a legfontosabb célkitűzésünk. Egyébként azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor nem fogja engedélyezni gyakorlatilag ezt a népszavazást, ugye, ahogy mondta a kormányinfon, hát merje megcsinálni, hogy itt 250-300 ezer ember akaratával szembe megy. El lehet úgy húzni a határidőket teljesen jogszerűen. Teljesen rendben van, akkor az fog történni, hogy mi 300 ezer dühös ember pluszba el fogunk hozni erre a választásra, akkor innen is szerintem ezt tudjuk Orbán Viktornak üzenni, de egyébként mi azzal kalkulálunk, hogy időben megcsináljuk, és ott lesznek ezek a kérdések is a kormány, a Monty Pythonba élő népszavazási kérdései mellett, valóban ugye a szavazólapon. Tehát amíg mi azzal foglalkozunk, hogy ezt az országot Kínának akarjuk-e kiszolgáltatni, mert a diákváros kérdés az nem csak egy valóban nagyon fontos lakhatási kérdés, hanem az, hogy itt kínai érdekeket, kínai tőke érdekeket, vagy magyar érdekeket, a magyar diákok érdekeit szolgáljuk. Amellett hát a kormánynak tényleg ezek a Monty Python népszavazási kérdései teljesen elképesztőek. Tehát, hogyha itt a kormány ugye gyermekvédelemmel szeretne foglalkozni, hogy próbálják keretezni ugye itt a propaganda médiában ezeket a népszavazási kérdéseket, akkor hagyjak két ötletet, emeljék a családi pótlékot, az egyik legfontosabb gyermekvédelmi kérdés, és emeljék vissza 18 éves korra a tankötelezettséget, ami szintén szerintem egy nagyon-nagyon fontos gyermekvédelmi kérdés, és akkor a szociális szféra ellátásairól, a szociális dolgozókról, a
gyerekjóléti szolgáltatásokról, jelzőrendszerről és egyéb szociális szakmabeli kérdésekről nem is beszéltünk. Az adás végére hagytuk az év nagy botrányait, és nem indokolatlan, hogy nem hagytunk rá sok időt, mert hogy valahogy ez is úgy tűnik legalábbis számomra, minthogyha a médiában nagyobb teret kapott volna, mint amennyire visszahatott volna a pártok megítélésére. Ugye gyakorlatilag a Pegazus ugye az végigkísérte, így a nyár óta nagyjából a politikai szezont, a Völner ügy ez most robbant az utolsó egy hónapban, folyamatosak voltak az akciók, ugye említettem már, hogy volt egy rekordbírság is ugye Szabó Tíme akciójára, és másik oldalon ugye az Anonymous folyamatosan videókat jelentetett meg a Városháza üggyel kapcsolatban. Mi erről valószínűleg rengeteget tudnánk beszélni, de ha most kimennénk és valakit megállítanánk, nem biztos, hogy erre emlékezne politikailag ebből az évből, nem? Mennyire számít? Hát a Völner ügy túlságosan friss ahhoz, hogy a valódi politikai hatását föl tudjuk mérni. Én azt gondolom, hogy ha az ellenzék ezt elengedi, akkor elképesztően nagy hibát követ el. Más kérdés, hogy ugye azt talán elhangzott, hogy a média tele volt vele, hát a média egyik fele, vagy nagy kisebbik fele tele volt vele, de tudjuk, hogy a kormány közeli, a többségi médiában azért sokkal visszafogottabban emlegették. Azt gondolom, hogy ez semmiképp sem szabad elengedni, különösen azért, mert ott van ez az egész végrehajtási, mondhatnám úgy is, hogy kilakoltatási probléma, mert azért egy nagy része olyan természetű, szociális, hátteri dolog, és ez itt azért ezeken a szerencsétlen embereken nyerészkedni, ez azért meglehetősen vissza. Tehát nem egyszerű politika, hanem a szociális probléma is. Olyannyira egyetértek, hogy egyéni képviselőként rengeteg fogadóórámra jött el, és nem csak a 18. kerületből, főleg nem is a 18-ból, hanem szerte az országból és Budapest többi kerületéből kerestek meg emberek, akik már rég letudták a bíróságon az ügyüket, és ugyanúgy a nyakukra járt a végrehajtó. Mi ezt már az ellenzék évek óta, ennek már Szakács Lászlótól elkezdve, Zék Árpád, Dánielig, mindenki vitte ezt az ügyet, együtt az ellenzék is vitte, a pártok külön is vitték, és neve is van ennek a gyereknek. Tehát a Völner ügy, a mi V4-ünk az a Völner, a Varga, Judit, a Viktor, meg a végrehajtói maffia. Az a baj, hogy ennek az országnak egy ilyen V4 jutott, ami elég szégyenletes, és egyébként igenis rá kell mutatni, hogy valójában ez a Fidesznek az igazi arca. Hagy egy ilyen rendszer, sőt nyakig benne van. Százezreket nyomorba, a legnyomorúságosabb helyzetű embereken nyerészkedni, egészen államtitkári, miniszteri szinten, kizárt, hogy a miniszterelnök erről ne tudott volna. Itt a végszó akkor ma estére. Én azt fogom ígérni a magyar választóknak, hogy ezek a botrányok egyébként valóban felháborítóak, és a kormányzatot, hát hogy mondjam, a korrupció szele járja át, de én olyan kérdésekről szeretnék majd beszélni, amik valóban a mi programunkon alapulnak, mondjuk zöld kérdésekről, szociális kérdésekről, hogyan lehet megszabadulni a Paks 2-től, hogyan lehet a szociális dolgozóknak bért adni, hogyan lehet a kisebb jövedelmi nyugdíjasoknak segíteni, stb. És amit nagyon remélek, bár ezzel kapcsolatban is aggasztó hírek jelentek meg a napokban, hogy ezeket a különböző privát szférát érintő ügyeket el fogjuk tudni kerülni. Mi egészen biztosan ezt meg fogjuk tenni, ezek nagyon-nagyon gusztustalan dolgok tudnak lenni, hogyha privát szféra beli dologgal próbáljuk egymást sározni. Hát kérdés, hogyha az egyik elkezdi, akkor a másik az tud-e megágyt parancsolni annak a szellemnek, ami kiszabadul? Nekünk jobbnak kell lennünk. Jobbnak, és azt hiszem, hogy nekünk a hálószobákból ki kell vonulni, mármint az egész politikának ki kell vonulni. A botrányok akkor igazából akkor ütnek a Fideszen nagyot, amikor rávilágítanak arra egy szájerügy, egy kaletaügy, hogy teljesen mást várnak el a magyar társadalomtól, a magyar családoktól, hogy hogyan éljenek, mint amit magukra nézve kötelezőnek tartanak. Ez az álszentség, ez a kétarcúság, ebből is tökéletesen elege van Magyarországnak. Köszönöm szépen az évértékelést, hogyha nem találkozunk már, akkor boldog új évet. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet, jön holnap is a Vox meg csütörtökön is. Maradjanak addig is az ATV-n, szép estét!